Sziasztok! Gyertek beljebb! Gyertek! Örülök, hogy jöttetek! Hát sziasztok! Sziasztok! Egy kis családi körbe gyerekkel megpróbáljuk végig beszélgetni a te kalandos eddig mutatott a Foreverben. Ki fogja ő bírni velük? Megül egy helyben? Jó. Jó. Ő a nagyobbik, ugye? Ő a nagyobbik, a zsombi. Igen. Jó. Hát figyelj, vágjunk bele, és azt kérem, hogy mond, foglald össze, hogy ez a nem túl hosszú, de annál eredményesebb, mert hogy menedzser vagy. Alig több mint egy éves a pályafutásod a Foreverben, hogy kezdődött? Hogy jutottunk ide? Hát ott kezdődött az én pályafutásom, hogy annak idején, hát én Gyeden voltam. Még vele? Még vele, igen. A kisebbik még a pocakomban volt, ilyen 5 hónapos terhes voltam akkor jelenleg. És hát a Gyeden az nagyon-nagyon alacsony volt, tehát valami kiegészítő munkára így is úgy is szükségem lett volna, illetve nekem nagyon hiányzott a közösség. Tehát én konkrétan bezártam ide magunkat a 4 fal közé, egyáltalán nem mentem sehova, emberekkel egyáltalán nem is beszélgettem, és ez talán annak tudható be, hogy nagyon-nagyon alacsony volt akkor az önbecsülésem és az önbizalmam is, mert éltek ilyen-olyan atrocitások annak idején. De most nem akarok indiszkrét lenni, de nyilván nem a terhessége, nem ez az állapot, hanem a korábbi munkahelyi vagy? Munkahelyem nem is, igen, nagyon sok csalódásért emberekbe, tehát én alapból olyan típusú ember vagyok, hogy nagyon szeretek segíteni, támogatást nyújtani, és nagyon sokan ezt szeretik kihasználni, így van, és úgy bezártam, úgy voltam vele, hogy akkor inkább bezárkózok, de ez nem volt annyira jó érzés, hogy bezártam, és kerestem a kiutat. És ezt meg online kezdtél kutakodni, hogy mit lehetne? Így van, szóval. És akkor online egy hirdetésre akadtam, a mentorom Ludwigné Szigeti Zsuzsinak a hirdetésére, és nekem nagyon-nagyon szimpatikus volt, mert maga a hirdetés is, hogy kiskutyák mellett is lehet végezni a munkát, és hogy otthonról lehet végezni. Hát ez egy poszt volt inkább, mint hirdetés. Igen, poszt jellegű, így van. És akkor hangüzenetet hagyott nekem, elmeséltem nagyjából, hogy miről szól ez az egész mentor. De te kezdeményezted, te írtál rá el. Így van, igen, én jelentkeztem. Hát ügyes vagy, mert megtaláltad. Így van, igen, megtaláltam. És nekem nagyon tetszett az életérzés, amit így átadott, hogy mennyire szereti a munkáját, és kíváncsi váltett, hogy mi lehet ez. És megtörtént az első videóbeszélgetésünk. Hát ott, megmondom őszintén, annyira izgultam, meg ugye, amit meséltem az előbb neked, hogy annyira alacsony volt az önbizalmam, hogy nem tudtam normális mondatot összerakni magamról. Tehát nem sikerült a kommunikáció annyira, és ott féltem is, hogy akkor lehet, hogy ez most így ennyi is volt, hogy már nem fogjuk keresni egymást, de nem. Zsuzsi azt mondta, hogy folytassuk, és tovább informált. Hát igazából, amikor elmesélte, hogy a Foreverről van szó, én ott egy picit megijedtem, mert nem hallottam jókat azelőtt a Foreverről. Tehát engem nagyon sokan megkerestek, hát olyan tukmálás szagú volt nekem, és mivel én életemben nem értékesítettem, meg senkinek még semmit nem ajánlottam, én nem is tudtam elképzelni, hogy miről lesz szó, hogy mit kell csinálni. És itt pedig pont azt tetszett, hogy az önfejlesztésre, ami nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Ő is nyilatkozik. Igen, jegyük kapok közben. Az önfejlesztésre is nagy hangsúlyt fektetnek, és éreztem, hogy nekem erre szükségem van. Tehát én a termékeket soha nem használtam azelőtt. Hallottam, hogy jók, de úgy nem, tehát én nem a termékek miatt kezdtem bele. De aztán ugye nyilván, hogy mi is elkezdtük használni, mi is észrevettük. De akkor lehet, hogy téged alapvetően nem is a termékek, nem is a pénzkereset, hanem ez a úgymond személyiségfejlesztő mellékhatása a Forevernek fogott meg. Igen, meg a közösség, a pozitív közösség. Uh-huh. Tehát amikor engem Zsuzsi meghívott a csodacsapatba, és ott láttam, hogy tényleg hogy milyen pozitívan állnak hozzám, hogy csatlakoztam, az engem nagyon-nagyon megérintett.
segített, és nagyon-nagyon jól esett. És akkor mennyi idő telt el ebben a átmeneti állapottal? Hogy hezitálsz, szagolgatod, nézegeted, odáig, hogy ténylegesen dolgozol, hogy üzletet építesz? Hát az egy fél év volt, mert tavaly augusztus 13-án csatlakoztam, és nekem októberig nem jött meg a döntés, hogy én szeretném a csapatot építeni, vagy a hálózatot építeni. Miért, babám? Úgyhogy októberben volt egy kétnapos rendezvény a Csoda csapatnak, és hát én arra nem tudtam sajnos elmenni, mert a kisebbik fiam pont egy hónapos volt. De akkor te tulajdonképpen pont akkor szülted meg a második gyereket. Zajlott ez a kaland. Igen, azt is kivártam, hogy ugye megszülessen, és akkor majd meglátjuk, hogy utána, hogy mi lesz. Meg hát én azt láttam, hogy elmentek arra a kétnapos rendezvényre a csapattársaim, és úgy jöttek haza olyan energiával, hogy még én is átvettem azt az energiát, mm-hmm. és az volt a legjobb az egészben, hogy beletolták ezt az energiát a munkájukba. Hogy láttam, hogy csapatot kezdenek építeni, hogy csatlakoznak mm-hmm. hozzájuk, sikerélményeik vannak, és itt teljesen kivirultak. És én akkor jöttem rá, hogy igazából nekem ez hiányzik az életemből, a sikerélmény, és a pozitív hozzáállás. Mm-hmm. No? Elhúztad a függőt, jó? Picit még végig pár percet. Na, és akkor, hát tulajdonképpen akkor októbertől most, nem is mostanáig, hanem menedzser lettél kevesebb, mint egy év alatt. Igen, igazából felállítottam egy stratégiát, mert nekem Klani Ágil csapatunk vezetője, nekem egy hatalmas példakép, és decemberben volt egy tervező webinárja, és amit ott elmondott, és amilyen feladatokat hozott, én mindent megcsináltam, és mindent megfogadtam. Úgyhogy, mivel azt mondták, hogy 90 napon belül szupervájzornak lehet minősülni, úgy voltam el, hogy jó, január, február, március, akkor márciusra szupervájzor leszek. Uh-huh. És úgy voltam el, hogy akkor biztos még 3 hónap kell ahhoz, hogy assistant manager legyek, akkor június végére beterveztem az assistant manageri szintemet, és már akkor tudtam, hogy 150 pontba fogjuk megcsinálni négy havi gyűjtőben a manageri szintet. Úgyhogy augusztus végére terveztem be a menedzseri minősülésemet, és minden így is történt. Tehát minden pontszám, minden minősülés, minden így történt, ahogy én azt decemberben leírtam. De a férjed mit szólt ehhez, aki mondtad, hogy fotós, tehát kicsit szakmabeli? Gondolom, ő is távol állt ettől az emelem. Nagyon. Ilyenkor hogy viselik a férjek ezt? Hát az elején kaptam hideget, meleget, hogy milyen okos vagyok, hogy én ebbe belevágtam, és hogy majd megnézhetem magam. És igazából amikor látta, hogy tényleg jövedelem van ebből a munkából, nem is kevés. Na, hát igazából amikor először mondott a jövedelem, az 100 000 forint volt, és akkor mondta, hogy jó, akkor ebből valószínű, hogy van valami igazság. És akkor megmutattam neki a marketing tervet, és azt mondta, hogy ez teljesen jó, és hogy működőképes, és azóta teljes mértékben támogat engem. De és te egy könyvelői szakmát adtál ott. Igen. Éppen, ahol mesélted, hogy 10-12 órákkal dolgoztál, kevesebb jövedelemért, mint messze kevesebb jövedelemért, mint amit most menedzserként fel tudsz mutatni. Szóval, hogy nem is mész vissza, hogy nem is, mert ugye most a kicsi miatt gyedem vagy. Igen. Nem is szándékszol visszamenni a eredeti szakmába. Nem, tehát azért 10-12 óra munkavégzés, abból ugye 3 óra utazás, tehát azt senki nem fizeti meg nekem. Tehát azt, hogy minőségi időt nem tudok a gyerekeimmel tölteni, azt senki nem adja vissza. De ráadásul messzire jártál. Igen. Ez úgy mikor billent át a dolog, hogy ez neked úgymond főállású tevékenységet lesz a forever
Amikor szupervájzornak minősültem, tehát amikor szupervájzor lettem, akkor már megkerestem azt a jövedelmet, amit az alkalmazotti jogviszonyomban megkerestem. Most már az akkori bruttomnak a dupláját keresem meg nettóban, úgyhogy... Te is visszatérd a férjedre még egy kérdés erejéig, hogy kedvet azért nem kapott? Vagy ő is esetleg? Hát elgondolkodott igazából, hogy belevágna, de ő neki a szíve az nagyon a fotózás végül. Tehát ő erre szeretne egy vállalkozást felhúzni, és pont most kezdett ebbe bele. Uh-huh. Úgyhogy még nagyon az elején van. De akkor még az jutott eszembe, hogyha ennyire látod, és ilyen roham léptek be neked, ugye sikerültek a célkitűzések, akkor már látod a következő stációt? Hát a következő stáció az az idő szint lesz. Nem, biztos, hogy nem lesz már meg jövő április 30-áig, de utána mindenféleképpen igen, a következő időre. És akkor, ha már sikerül, akkor már a Csernanszt is szeretném betervezni. Jó, hát sok sikert kívánok, és akkor legyen ez most ennyi, mert akkor ő is, Zsombika is talán egy kicsit jobban bírja. Ezzel lehet játszani valamivel. Úgyhogy köszönjük szépen! Én köszönöm!